A sószobában játszanak a gyerekek, a Kalocsai bölcsödében, míg a felnőttek megünneplik a legújabban elkészült beruházást. A belügyminisztérium pályázatán nyert a város 50 millió forintot az intézmény átalakítására, mellyel újabb 12 férőhelyel bővül a befogadó képesség. Ez egy jelentős kapacitásnövekedés, ez belső átalakításokat, belső kialakításokat igényel, tehát maga az alapépület az adott volt ehhez a beruházáshoz. Új csoportszobák kerültek kialakításra, mozdulóhelységek, nyilván itt megvannak, hogy a bölcsőde befogadó képességhez mekkora területek, mekkora csoportszobák, milyen mosdóhelységek, tisztálkodóhelyek kellenek, hogy ez szabályszerűen tudjon működni. Filvik Géza polgármester azt mondja, a tervek szerint egy új óvoda építésére is szükség lesz, részben a növekvő gyereklétszám, részint a meglévő épületek leromlott állapota miatt. Katus Györgyi intézményvezető véleménye szerint a Paks 2 beruházás hatására növekedni fog a családok száma a városban, ami hosszú távon további helyek kialakítását kívánja majd meg. Nekünk is rossz, ha egy szülőnek azt kell mondani, hogy nem tudjuk most bevenni a gyereket, és ő menne vissza dolgozni, és hogy akkor ő most mit csináljon. És így, hogy a családok támogatása megvalósult ezzel, ez a családbarát politikát is erősíti, én azt gondolom, és hát az érzékenységét a polgármesteri hivatalnak, illetve a fenntartónak a tekintetben, hogy szeretné támogatni a kisgyerekes családokat. A 2011-ben átadott bölcsőde további fejlesztése is napirenden van, az udvar rendbetételére lesz szükség a következőkben.